Turi Török Tibort elsősorban szobrászként ismerik Keszthelyen és a Kárpát-medencében. Műtermében sorra készülnek a domborművek és a mellszobrok. Szívesen formázza meg történelmünk nagyjait, de az egyházi témák sem állnak tőle távol. Emellett írók, költők és könnyűzenei alakok is megihletik. A képzőművészet mellett múzeum alapító, több kiállító helyet is létrehozott a városban. Munkásságát Podmanicki, Pro Urbe és Pro Kultúra díjjal ismerték el. Isten ilyenek teremtett. Az élet szembe jött. Nem tudtam önmagam lenni, mert korán nősültem, jött a nagy család, és a végül is a pénzszerzés, a megélhetés volt. Aztán idősbe koromban jött ez tizenvalahány éve, hogy amit korábban gyakoroltam, grafikát, oktattam, festészetet, azt én most elővettem, és véletlenül a Csillagvárt üzemeltettem. Akkor is a várnak a makettját készítettem el, és akkor kezdtem agyaggal foglalkozni. És akkor nem jött az ecset, se a pemzli, hanem a szobrászat. Ez az előélete a szobrászatnak. A szobrászat mellett kedvelt időtöltése az írás, több munkája is megjelent már. A tollat már gyerekkorában elkezdte forgatni, az elmúlt időszakban ez a tevékenység egyre intenzívebbé vált. Turi Török Tibor nappal a szobrászatnak szenteli az életét, éjszaka azonban előkerül a toll és a papír. A Nemzeti Kör találkozóján az életéről mesélt az érdeklődőknek, Csányi Zoltán pedig felvillantott néhány fényképet az elmúlt évtizedekből. A programnak egyfajta kulturális missziója van, emellett kiemelt cél a közösségépítés. Úgy érzem, hogy az embereknek szüksége van arra, hogy beszélgessenek. És ezek az előadások nagyon jók arra, hogy elindítsák az embereknek az emlékeit, a gondolatait, tovább gondolják a gondolataikat, és ez élményszerű. És azt gondolom, hogy mivel délután 3 órakor van, elsősorban nyugdíjasok vannak megszólítva, és a nyugdíjasoknak nagy része úgy érzi, hogy egyedül van. És akkor mégis egy közösséget alkotunk. Kirándulásokat szervezünk, voltunk Zalaegerszegen, a Mindszentineumban. Az elmúlt egy évben vendégül látták Hintalan László Jánost, olvasták többek között Szutréli Péter és Góth László könyveit. Emellett számos városi rendezvény aktív résztvevői. Jövő hónapban dr. Szántai Lajos tart előadást a könyvtárban, Mátyás király igazsága és a virág sorsa címmel.